Én általánosságokban nem akarok beszélni, mert a területileg változó. A klik működését nem hiszem, hogy a klikket megvédjem, de első pillanattól kezdve látható volt, hogy a Klibezer intézmény fenntartó központ személy és tárgyi feltételei nem voltak adottak ahhoz, hogy ezt a hatalmas nagy feladatot ellássa. És sajnálatos módon az elmúlt egy év minket igazolt, hogy bizony azok a fennakadások, azok a problémák, azok a nagyon súlyos problémák, amik évközben adódtak, azok többségében pontosan azért voltak, mert nem volt kellő személyi feltétele, a klik dolgozói részéről nem voltak elegen hozzá, és nem volt kellő pénz ahhoz, hogy ez az állami fenntartásba vétel hibátlanul működjön, illetve az állami fenntartás hibátlanul működjön. Ezzel együtt azt hangsúlyozni szeretném, hogy a pedagógusok szakszervezete véleménye első pillanattól kezdve az volt, hogy ez a fajta állami fenntartás, ez a Klibezer intézmény fenntartó központ nem jó. Az állam a nagyobb felelősségvállalását a közoktatás iránt más módon is kifejezhette volna, nem csak azzal, hogy központi fenntartásba veszi az intézményeket. A tankönyv kiátállamosítására mi a véleményünk, mennyire okoz gondokat a pedagógusok napi munkájában? A tankönyv kiátállamosítása nem ez okoz gondot, hanem annak a gyakorlati megvalósítása és következménye, amivel a pedagógusok találkoztak. Az, hogy a tankönyvpiacon a pedagógus számára nincs választék, ez nem az államosítás következménye, hanem annak a kormányzati szándéknak a következménye, hogy az oktató-nevelő munka tartalmába is nagyon keményen bele akar szólni az állam. Ha nagyon egyszerűen fogalmazok, akkor azt mondom, hogy az állam akarja meghatározni az értékeket, ami hát azért a 21. században nem biztos, hogy egy nagyon jó megoldás, különösen akkor, ha most látjuk ezeket a kísérleti tankönyveket, bizony ebben elvétve, vagy talán gyakran, vannak olyan megfogalmazások, olyan kijelentések, amelyek nem egyszer ellentmondanak, vagy szembe mennek egy családnak az értékrendjével, és nem egyszer a pedagógus értékrendjével is, ez komoly konfliktusokat fog okozni. Ezen a mai értekezleten miről lesz szó az elhangzottakon kívül, és esetleg van egy? Hát ezekről az értekezletekről azt kell tudni, hogy a megyei szervezetek szeptember hónap folyamán tartják a tanítító testületi üléseiket. Az országot járva most nem is tudom, hanyadik alkalom, hogy ilyen megyei tanítító értekezleten veszek részt. Ezeknek az a lényege, hogy itt a kollégák egyrészt röviden egy rövid kis helyzetelemzéssel értékeljük, hogy milyen volt az elmúlt tanév, hiszen az új feladatokat mindig abból lehet meghatározni, hogy egy rövid kis helyzetelemzést készítünk. És azután lehet meghatározni az új tanév fő feladatait. Mint mondtam, ebben elsősorban a szakképzés átalakításának a véleményezésében kíván a pedagógusok szakszervezete komoly szerepet betölteni, hiszen szerepet a szakszervezet lettünk a mostani tavaszi mérés alapján. A másik, ami az oktató-nevelő munkát segítő kollégáknak a bérhelyzetét illeti, közel 50 ezer olyan kollega dolgozik a közoktatásban, akiknek nincs pedagógus végzettsége, de az ő munkájukra, az oktató-nevelő munkához borzasztó nagy szükség van az óvodákban, az adósoktól, az iskolákban, az iskolatitkár, a pedagógiai asszisztens, a szakképzésben a szakoktatókig bezárólag. Hát ezek a kollégák azok, akik 2008 óta nem kaptak fizetésemelést. Úgyhogy a szakszervezetnek, és nem csak a pedagógusok szakszervezetének, hanem a közszolgálatban tevékenykedő szakszervezeteknek egy közös összefogásra lesz szükség, hogy a közszférában ezek a közalkalmazottak is 2008 óta végre most már kapjanak fizetést. Nem volt rá még példa, hogy egy 4 éves kormányzati ciklus alatt a közszférának a béreit ne emelték volna.